Nem csak Békés megyében, hanem országszerte készült a rendőrség a tanévkezdésre. A nyári szünet után szeptember 1-ével elindultak a gyerekek az iskolákba. A Békés megyei rendőrfőkapitányság munkatársai fontosnak tartják, hogy vigyázzunk a fiatalokra, és erre fel is hívják a figyelmet. Vannak olyan országos kezdeményezések, melyek a tanév közben is fontos szabályokra igyekeznek megtanítani a gyerekeket azért, hogy el tudják kerülni a veszélyhelyzeteket. Vannak Békés megyei kezdeményezések is, ilyen a 2005-ben elindított Zebra Zsaru program, melyhez évről évre gyulai iskolák is csatlakoznak. Így történt ez idén is. Negyedik osztályos gyermekeknek közlekedési ismereteket tanítanak a munkatársaink. Ez a tanév során történik, és ezeket a gyakorlatban is alkalmazzák és kipróbálják. Ennek a megnyilvánulása az, hogy Gyulán is van olyan intézmény, ahol az intézmény előtti gyalogos átkelő helyen zebra zsaruk teljesítenek szolgálatot rendőr kollégákkal. Természetesen felhívják a szabályok betartására a figyelmet, igyekeznek ugye annál a gyalogos átkelő helynél, ahol nincsen lámpa, segíteni az átkelést, hiszen ilyenkor nagy a forgalom. A Zebra Zsaru programnak az is a célja, hogy a gyerekek hazavigyék az ismereteket, és otthon a családdal is megbeszéljék a tanult szabályokat. Most a tanévkezdés kapcsán azt kérnénk a szülőktől, hogy ők is mutassanak példát a gyerekeknek. Próbáljanak meg reggel időben elindulni az iskolába, óvodába, hogy ne kelljen sietni, mert hogyha sietnek, akkor nagyobb az esélye, hogy figyelmetlenek lesznek és veszélyhelyzet alakul ki. Hogyha autóval mennek, akkor az autóban kössék be a biztonsági öveket, a gyerekek is az életkoruknak, magasságoknak megfelelő ülésben utazzanak, és őket is kössék be. Hogyha kerékpárral járnak, figyeljenek arra, hogy a kerékpáron legyenek rajta a kötelező felszerelések, mert ezek a biztonságot szolgálják, a lámpák, a prizmák. Tanítsák meg a gyerekeknek már egészen kiskorban az alapvető közlekedési jelzéseket, így például az elsőbségadás táblát, a stop táblát, hogy hogyan tudnak egy kereszteződésen átjutni. Szombati Andrea kiemelte, hogyha már az iskolások egyedül közlekednek, akkor a szülők járják be az első napokban a gyerekekkel azt az útvonalat, melyen eljuthatnak otthonról az iskolába. Ezen a távon minden ponton mutassák be a fiataloknak, hogy mire kell figyelniük az út során. Gyulán egy iskola csatlakozott a Zebra Zsaru programhoz, de Békés megyében összesen 9 olyan település van, ahol találkozhatnak zebra zsarukkal a közlekedők. Szombati Andrea hangsúlyozta, nem csak szeptemberben a tanévkezdés kapcsán igyekeznek megtenni mindent a gyermekek, szülők, pedagógusok biztonsága érdekében, hanem évközben is. Több mint 100 olyan iskola van a megyében, ahol iskola rendőr teljesít szolgálatot a teljes tanév során.